kamera forog, piros gombot nyomjuk be, megy, akkor tegyed mindenki fel. Mondok egy tesséket. Tessék! Hello! A mai videóban a kedvenc kaja vs. dobpergés bor párosításomat fogom nektek bemutatni, hogy ti is ugye baromira gurmék legyetek. Most pizzát készítek, ugye a gyors kaja az azért nagyon jó, mert ugye nagyon gyorsan felszívja az alkoholt. Nézzél, oda kész is van. Na. Jó, ugye én ez a médium fekete, amit szerettek, de hát végül is ez készen is megvehető. Nyújtsad be. Ehhez mindenképpen ezt a tokai aszút javaslom. Ez ugye tipikusan nasi bor, desszertbor, tehát hogy ugye megsporolod vele a desszertárát, ezt így kibontod, bele a kis embert. Oh, nagyon fontos ugye kóstolásnál, hogy kettő ujnyit töltünk. Így. És akkor, ahogy ugye megtanultuk, így megnézett tükör sima, teljesen jó. 6-os, 8-as, 9, így gyakorlatilag 10-ig bármit. Nem gondolnánk, ám gyors ételekhez is párosíthatunk borokat. A magyaros pizzához a vörös bor illik. Tenger gyümölcs a feltéthez, nyúljunk nyugodtan egy jó pohár száraz fehér borhoz. A klasszikus, négy sajtos pizza esetében kitűnő választás egy száraz, telt, testes fehér bor, vagy pedig egy vörös bor. Ha pedig nem egyedül gubbasztotok otthon, ahogy mondjuk szoktatok, akkor az a legfontosabb, hogy mindig legyen otthon egy fancy menci sajttál. Ugye mitől lesz fancy menci? Egy sajt büdös, penészes folyik. Így egy kicsit megszúrod, így. Öt másodperces szabály. A sajthoz mindenképpen a fehér bort ajánlom, mert ugye sajt is fehér, ez úgy mecsi-mecsi. A sajtokat az elkészítésük alapján több csoportba osztjuk. A frissebb sajtokhoz a frissebb, gyümölcsösebb borokat, az éleltebb sajtokhoz az éleltebb vörös borokat párosítjuk. Az édes sajtokat a könnyű száraz fehér és száraz vörös borok egészítik ki igazán.